Kedves gyerekek! Bizonyára ti is szeretitek az állatokat. Ma két szöveget hoztam el nektek, mindkét szöveg a nyúlról szól. Hallgassátok figyelemmel mindkét szöveget. Az első szöveg címe a kis nyúl és a csengője. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy kis nyúl. Ez a kis nyúl jó étvágyjal legelészett a réten, s hogy még jobban legelészhessen, felakasztotta a csengettyűjét egy fiatal fára. Mire a kis nyúl jól lakott, megnőtt a fa. Olyan magasra nyúlott, hogy a kis nyúl hasztalan ágaskodott, a csengettyűjét nem érte el. Kérte tőle, adja vissza. Nem adom én, eleget adtam már, válaszolt a fa. Megharagudott a kis nyúl, s elment a fejszéhez. Kérlek, fejsze, döntsd le a fát, nem akarja visszaadni a kis csengettyűmet. A fejsze a fejét rázta. Nem döntöm én, eleget döntöttem már. Elment a kőhöz. Kérlek, kőbarátom, csorbítsd ki a fejsze élét, a fejsze nem akarja ledönteni a fát, a fa nem akarja visszaadni a kis csengettyűmet. Nem csorbítom, eleget csorbítottam már. Nem boldogult itt sem a kis nyúl, s patakhoz járult hát. Kérlek, patak, most ki a követ, a kő nem akarja kicsorbítani a fejsze élét, a fejsze nem akarja ledönteni a fát, a fa nem akarja visszaadni a kis csengettyűmet. De a patak csak ennyit mondott. Nem mosom én, eleget mostam már. Az ökör csak megsegít, gondolta a kis nyúl. Kérlek, ökörkomám, itt ki a patakot. A patak nem akarja kimosni a követ, a kő nem akarja kicsorbítani a fejsze élét, a fejsze nem akarja ledönteni a fát, a fa nem akarja visszaadni kis csengettyűmet. Az ökör bődült egyet. Nem iszom én, eleget ittam már. Majd a mészáros, reménykedett a kis nyúl. Kérlek, mészáros, vágd le az ökröt, az ökör nem akarja kiinni a patak vízét. A patak nem akarja kimosni a követ, a kő nem akarja kicsorbítani a fejsze élét, a fejsze nem akarja ledönteni a fát, a fa nem akarja visszaadni a kis csengettyűmet. Nem vágom én, eleget vágtam már. Erre úgy megharagudott a kis nyúl, hogy meg sem állott a bolháig. Édes, kedves bolhakomám, csíp meg a mészárost! A mészáros nem akarja levágni az ökröt. Az ökör nem akarja kiinni a patakot. A patak nem akarja kimosni a követ. A kő nem akarja kicsorbítani a fejsze élét. A fejsze nem akarja ledönteni a fát. A fa nem akarja visszaadni a kis csengettyűmet. No, majd meglátjuk. A bolha megcsipte a mészárost, a mészáros le akarta vágni az ökröt, az ökör kiitta a patakot, a patak kimosta a követ, a kő kicsorbította a fejsze élét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a kis csengettyűt. A kis nyúl
csilingelni kezdett a csengettyűvel, s még most is csilingel, ha azóta el nem vesztette. Választ ki, miről szól a szöveg. Ismereteket közöl a nyúlról? Netán egy történetet mesél el a nyúlról? Vagy bemutatja, hogy hogyan él a nyúl? Hallgasd meg a mezei nyúlról szóló szöveget is. Előfordulása. Európa és Ázsia nyugati felén él természetes körülmények között, de a világ számos területére is betelepítették. Tartózkodási helye a mező, erdővel határos szántóföldek, és kertek. Megjelenése. Testhossza 50-70 cm, farokhossza 7-11 cm. Testtömege 2500-6500 g. Színe szürke. Hátsó, erős lábai segítségével képes akár a 70 km per órás sebességet is elérni. Feje karcsúbb és nyújtottabb, mint az üregi nyulé. Életmódja. Jellegzetes menekülő állat, amit a hosszú fül, nagy szem, kifinomult szaglóérzék és hosszú lábak is jeleznek. Veszély közeledtekor meglapul egy gödörben, fülét hátra engedi. Alkonyatkor, miközben legel, feltűnően lassan mozog, és laposan a földhöz simul. Magányosan él. Szaporodása. A nőstény évente 2-3 fial, első alkalommal 1-2, a másodiknál azonban már 2-5 kölyköt. Az utódok a szabadban születnek, nem egy föld alatti üregben, mint az üregi nyúlnál. Ellenségei. A nagy termetű ragadozó madaraknak, rókáknak, farkasoknak, a kóborkutyáknak és a menyétféléknek, köztük a közönséges görénynek és nyestnek esik áldozatul. Elsősorban a beteg vagy fiatal, tapasztalatlan állatokat ejtik zsákmányul. Választ ki, miről szól a szöveg. Ismereteket közöl a nyúlról? Vagy egy történetet mesél el a nyúlról? Társítsd a jellemzőket a megfelelő szöveggel. Melyik az a szöveg, amelyikből hiányzik a párbeszéd? Mely szövegben nincsenek szereplők? Mely szövegben olvashattunk párbeszédet a szereplők között? Mely szöveg tartalmaz kitalált elemeket? Mely szövegnek célja az élményszerzés az,
hogy érzelmeket ébresszen a hallgatóban. Mely szövegnek célja az ismeretek, információk átadása? Mely szövegnek nincs cselekménye? Mely szöveg közöl konkrét tényeket? Mely szövegben olvashattál, hallhattál mesekezdő, mesezáró formulákat? Mely szövegnek van cselekménye, történik benne valami? Mely szöveg nem kelt érzelmeket az olvasóban? A szereplők emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. És végül, melyik szöveg volt az, amely érzelmeket keltett az olvasóban vagy a hallgatóban? Olvasd el figyelmesen a szövegrészeket. Társítsd a megfelelő szövegtípushoz. Gratulálok, nagyon ügyes voltál. Öröm veled együtt tanulni. Szia!